Köszönöm szót, miniszterelnök úr! Ön nemrég egy gazdasági konferencián azt üzente a magyar munkavállalóknak, hogy idézem, ha jó vagy valamiben, kérd meg az árát. Hát ugye nyilván saját magából indul ki, hiszen rendkívül jó lopásban, meg hazudozásban fizetjük is az árát rendesen. Kiváltképp a boltban, amikor aranyáron vásároljuk az élelmiszertől, meg elintézi az egészet annyival, hogy pánikra semmi jobb, stratégiai nyugalomra van szükség. Miniszterelnök úr, én elhiszem, hogy ön nyugodt. Elhiszem, hogy ön nyugodt, hiszen látjuk, hogy ez hogy megy önnél. Nyilván már ön is egy kicsit meg volt szorulva anyagilag, mint az átlag magyar, hisz 32 év parlament után nincs egy forint megtakarítása sem. Az árak is elszabadultak, ezért úgy gondolta, hogy nemes egyszerűséggel megemeli a saját fizetését. Nem 10%-kal, nem 20%-kal, nem filéreskedik, megemelte 100%-kal. Hát elhiszem, hogy ön nyugodt. A melós azonban nem az. A tanár, a rendőr, az ápoló, a tűzoltó nagyon nem az, pedig megfogadták az ön tanácsát. Ha jó vagy valamiben, kérd meg az árát. Ők megkérték az árát. Számtalan fórumon elmondták önnek, radikális béremelésre van szükség, mert a 200 ezres nettóból nem jön ki hó végén a stratégiai nyugalom. Igen, miniszterelnök úr, a magyar ember jól dolgozik, meg is kéri az árát, csak nem kapja meg. Ez a baj. Belügyminiszter úr, akiről ugye most már tudjuk, hogy nem csak a gumibothoz ér, de a szikéhez, meg a krétához is. Múltkor világossá tette, hogy mit gondolnak önök a dolgozók béremeléséről. Nem ígérek semmit, és ezt betartom. Ezt mondta, ezt mondta. Na hát itt tartunk. Ott tartunk, hogy a magyar munkavállaló nem, hogy fizetése mer és nem kap, de már ígéretet sem. És önök így akarják 2030-ra utolérni Ausztriát. Így akarják önök 8 év múlva utolérni az osztrák életszínvonalat, hogy közben megnyomorítják a magyar embert az alacsony bérekkel, a magas adókkal, az elszabadult árakkal. És ez nem lenne elég. Az ön jobb keze, Matolcsi György, közli, itt az ideje emelni a nyugdíjkorhatárt. Mondja ezt egy olyan országban, ahol az emberek jelentős hányada, mondjuk a férfiaknak kb. A fele, soha nem lesz nyugdíjas, mert még azelőtt meghal. Elment önöknek a józan esze, miniszterelnök úr. Halálra akarják dolgoztatni a magyar, de szó szerint ez lenne a terv, ez lenne a jövő. Várom válaszát. Tisztelt Országgyűlés! Kérdés a miniszterelnök úr válaszol. Önne a szó, miniszterelnök úr. Tisztelt képviselőtársam, ezeket már mind hallottuk. És ami ennél izgalmasabb, hogy az emberek is mind hallották. Ezért van az, hogy önöket rendre elfenekelik. Ön személyesen is többször. A helyzet az úgy áll, hogy amikor a nők 40 év utáni számukra kedvezőbb nyugdíjszabályozásáról itt vitatkoztunk és szavazni kellett, akkor önök nem szavazták meg. Ne beszéljen nekünk arról, hogy mi akarjuk növelni a nyugdíjkorhatárt. Amikor csökkentettük, akkor önök nem szavazták meg. Ami a miniszterelnöki fizetést illeti, ön is tudja, hogy azt a parlament határozza meg. A magam részéről eddig is elfogadtam a parlament döntését, és ezután is el fogom fogadni. Megtiszteltetésnek tartom, hogy ezt a munkát végezhetem. Azzal is egyetértettem, hogy az önök bérét a parlament hamarabb rendezte, mint a miniszterelnökét, 4 évvel hamarabb. Sor végére hagytak, ezt én helyesnek tartom, és kivártam a soromat. A 12 év alatt elvégzett munkánk bérben kifejeződő eredménye pedig az, hogy a minimálbér 2010-hez képest háromszorosára, 73 ezer forintról 200 ezer forintra, az átlagbér pedig közel kétszeresére emelkedett. A magyar emberek számíthatnak ránk, azért dolgozunk, hogy ők egyre többet keressenek. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót 1 percben. Ugye az a baj, hogy önök az elmúlt 12 évben hozzászoktatták a magyar embereket ahhoz, elhitették velük, hogy képesek mindenféle válságot legyőzni. A soros tervet le is győzték, bármi is legyen az. De ez most egy igazi válság, és teljes a káosz. Már az ön első bejelentésére, hogy jönnek az extra adók, úgy bezuhant a forint, mint annak a rendje, miniszterelnök, hogy 404 forint egy euró. A rekordinfláció miatt a magyar családok csak az idei évben több mint 500 000 forintot fognak bukni, és ez még csak a kezdet. Miniszterelnök úr, az ön kormányában van 6 gazdasági miniszter, egyiknek sincs esze. Bocsánat, Varga Mihálynak 2010 előtt még volt, el kell ismerni, akkor azt mondta, hogy az inflációt úgy lehet mérsékelni, ha csökkentjük az áfát. Miniszterelnök úr, ez a megoldás. Engedjék el az alapvető élelmiszerek áfáját, és garantálják, hogy ezt a pénzt ne a kereskedők tegyék zsebre, hanem a vásárlók. Magyarán hagyjunk több pénzt az embereknél, hogy túl tudják élni az előttünk álló válságos időszakot. Ön kétharmaddal rendelkezik, meg rendkívüli felhatalmazással, meg rendkívüli jogrenddel, meg kutyafülével, úgyhogy ne a kifogásokat keresse, ne másra mutogasson, hanem cselekedjen. Képviselő úr, tájékoztatom, hogy a Magyarországgyűlésben beszél. Tisztelt Országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat. Milyen jó, hogy az előző évek során
a magyar kormány kimentette a családokat a deviza hiteles helyzetből, amiben egyébként önök és az önök szövetségesei rántották Magyarországot, mert akkor most megnézhetnék a családok magukat a 400-as euróval. Úgyhogy a magyar kormánynak az infláció és az áremelkedések elleni küzdelemben nincs semmilyen szégyenkezni valója. A módszerben megismétlem, valószínűleg nem voltam elég világos az előbbiekben. Az áfa csökkentése nem csökkenti az árakat. Ha ön ezt hiszi, akkor téved. Az árakat egyetlen módon lehet csökkenteni, hogyha tetszik nekünk, vagy sem, egyezik-e a békeidőben vallott nézeteinkkel, vagy nem. Amikor be kell avatkozni, akkor ár szabályozást kell bevezetni. Ez az egyetlen eszköz, amivel meg tudjuk védeni a családokat. Az eszköz működik, és semmilyen más eszköz nem működik. Nagy vitákat folytatunk rendszeresen a piaci szereplőkkel, senki nem örül, akit érint kereskedőként vagy termelőként az ársapka, nem örülnek neki a kereskedők, az extra profit adónak sem örülnek, de az infláció miatt keletkezett jövedelmeket, illetve azoknak egy részét el kell vonnunk, és a rezsicsökkentésre, illetve annak a megvédésére kell fordítani. Nem káosz van, hanem világos, áttekinthető rendszer, amely meggyőződésem szerint még hosszú hónapokon keresztül fenntartható, és reménykedünk abban, hogy a következő néhány hónapban számunkra kedvező változások történnek a háború menetében is, és az európai gazdaság menetében is. Ha nem ez lesz, készen állunk, hogy az akkori kérdéseket majd akkor megoldjuk.